Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Képzeld el, megérkezett a tél 2-3 nappal ezelőtt. Éjszakánként 10 fok van, majdnem megfagyunk. Napközben mindig jó ide van, mutatom nektek, szépen süt a nap. Egy felhő nincs az égen, kivéve ott 1-2. Napközben mindig ilyen 20-22 fok van, ami úgy tűrhető, de lehet érezni, hogy itt ez a téli levege, ugye? Jelenleg nem más csinálunk, mint nemrég felébredtünk, legalábbis én. Játszunk, szervusz! A Minecraft-tól játszanak, legalábbis a Lucas meg a Davis játszanak, valami kiegészítőt letöltött a Lucas a Minecraft-hoz, ugye ez a játékhoz. Mit? Egy új update. Ja, valamit, és azt mondtam, most sokkal jobb lett a játék. Amúgy ott a tévénk, látod? Kicseréltem a tévét, mert megjött a... Tegnap megjött az új tévénk, mutatom nektek, be is lett kötve, ilyen szép nagy lett. Ahogy mondtam nektek, ez az a 75 incses, és rettentő nagy, hogyha itt ülök az ülőkén, innét nézzük. A kamerán nem hiszem, hogy lehet látni, hogy mekkora a képernyője, de nagy! Nem hiszem, hogy lehet látni, hogy viszonyítani én hozzám, de nekünk rettentő furcsa, te a Pest, ugye leültünk, ez volt az első alkalom, és mintha bemész a moziba, és majdnem beülsz a legelső sorba, és ilyen hatalmas! Úgyhogy ha nem szokunk hozzá, valószínűleg ezt az ülőkét hátrább kell egy kicsit hozni, mert furcsa. Bár biztos, hogy hozzá fogunk szokni. Aztán, mit akartam nektek mondani? Ma reggel, délelőtt, nem reggel, ugyanis most már hány óra van? 10 óra lesz, 7 perc múlva. Nem más fog csinálni, mint szétszedem a csónakot, a motorcsónakot darabokra. Meg is mondom, hogy miért szedem szét. Ugyanis múltkor, pár nappal ezelőtt, képzeld el, csak nézem, hogy hova sétálok, nagyon valamire rálépek, aztán hátafágjak. Megállt a motorja, nem megállt, beindult és megállt. Az volt a szerencse, hogy itt állt meg, itt. El akartam vinni. Kihívtam egy szerelőt, és azt mondta, hogy nem működik neki az önindítója, amit meg kell csinálni. Meg kell egy új akkumulátor bele. Azt mondta, hogy az önindítót kicserélni $550 kerülne, egy új akkumulátor $220, és ahogy számolgattam, mire összeadom, nem tudom, hogy megéri-e megcsináltatni ezt a motort, vagy nem. Ugyanis azt mondta, hogy amint beindul, meg tudja mondani, hogy van-e neki más baja, vagy nincsen. Úgyhogy, hosszú gondolkodás után én úgy döntöttem, hogy leveszem a motort, apukám jön át, vagy segíteni, levesztük közösen. Nevész, mit csinálsz? Azt nem bántjuk te? Nem, azt nem szabad bántani, hát az a hangerőnek a tekerője. Átjön apukám, levesztük a motort, és úgy döntöttem, hogy eladom a motort. Nem a csónakot, a motort eladom. Amennyiért elmegy olyan is, talán a motornak nincsen semmi baja, mert működött, de ki tudja. Darabokra szedem az egész motorcsónakot, úgyhogy mindent. Tehát eddig le akartam festeni nagyjából mindent, de most lefestem az alját, a legkisebb csavarokat is kicserélem, tehát vadonatújra fogom csinálni, már vadonatújra, tehát minden kis apróságot megcsinálok rajta, még azt is, amit eddig nem akartam, és veszek hozzá egy vadonatúj motort, rátesszük, és hogyha minden igaz, egy 2-3 hónap múlva lesz egy nem vadonatúj motorcsónak, de működni fog. Tehát, hogyha kimegyek vele a vízre, nem kell félnem tőle, hogy véletlen megáll és nem fog beindulni. Ugyanis eddig tartottam tőle, hogy kimegyünk, megáll, és nem tudsz ugye visszajönni. Úgyhogy ma délelőtt ezt fogjuk csinálni, aztán akarok nektek mutatni valamit, kettő dolgot. Az egy dolgot, néha ugye kapok linkeket YouTube csatornátokról, hasonló dolgokat, és megszoktam ezt ugye osztani a videón keresztül, nagy ritkán mikor kapok. Aztán most nem az mást kaptam, nem egy YouTube linket, hanem egy internetes rádiónak a linkjét, ezt szeretném veletek megosztani. Ha gondoljátok, nézzétek meg, mutatom! Ez a Loza Rádió, hogyha beírjátok oda felül, hogy lozarádió.com, akkor bejön, és itt tudjátok hallgatni az interneten keresztül. Van itt mindenféle fajta menüpont, adások. Én belehallgattam, nekem tetszett. Ha gondoljátok, nézzétek meg, hallgassatok bele. Most pedig, még mielőtt én elmegyek, átöltözök, és nekiállok kiszedni a hajóból, a motorcsónakból a dolgokat, és megvárom apukámat. Akarok nektek mutatni valamit, és képzeld el, pár nap ezelőtt készítettem egy ilyen rövidebb videót, és gondoltam, hogy megosztom veletek. Átjött az öcsém megmosni az autóját, itt voltunk benne a házba, mentünk kifelé, itt a kijárati-bejárati ajtón, és ott éltünk a garázsnak a széléhez, én így lenéztem, és akkorát képzeld, akkorát ugrottam, ugyanis ott volt egy ilyen gyík, egy ilyen nagy kövér gyík, először azt hittem, hogy kígyó, ugyanis ilyen hosszabb volt, valamit megevett, mert elég dagadka volt, voltak lábai, ilyen kisebb lábai, tehát tudtam, hogy nem kígyó, de megért így menni.
én úgy megijedtem tőle, ugye rettentően félek a mindenféle fajta ilyen kígyótól, gyiktól, ilyen csúszómászótól. És próbálta arrébb menni, de ugye elég nehezen tudod, úgyhogy befutottam a kameráért, próbáltam filmezni, amennyire tudtam, nem akartam olyan túl-túl közel menni ugye hozzá. És mivel itt a víz? Tehát ugye mivel itt a víz itt lent, ezek a gyikok, meg hasonló dolgok ugye kijönnek a vízből, itt szoktak napozni, ilyen nagyot nem láttam, ott a régi lakás, ugye ott laktunk régen ott szembe, reggelente szoktam látni, mivel ott is ott a víz, ilyen nagyobbakat, nem ezt a fajtát, amit lefilmeztem, ilyen nagyobbat szoktam látni, ott szoktak napozni a napon, ezt a fajtát eddig itt a környéken nem láttam, én rettentően megijedtem tőle, úgyhogy még én elkészülődök, ugyanis most át fog költözni, ki fog menni, elkezdem a csónakot szétszedni. Megmutatom nektek ezt a felvételt. Elmegyünk hátra a slagér először. Eddig nem nagyon féltem itt, de most már kezdek félni, ki tudja, mivel találkozunk. Ott van a slag lent valahol. Szerintem a vízből jött fel ez a gyikos valami, csak körülbelül próbálok itt nézgetni, hogy ilyen rettentően félek a kígyóktól, meg a csúszómászoktól. Vagy én az öcsém segít nekem mindjárt. Szervusz. te mész előre. Ott a slag, menjél. Biztos, hogy a vízből jött fel. A másnél nem hiszem, hogy feljöhetett volna. Aztán hátra menjünk, ugyanis ott a túloldalt valahova elbújt. Végment a garázs előtt. Jelenleg nem látok itt semmit sem. Nem ám valami megharap minket. Remélem, hogy nem mérgez. Nem hiszem, hogy mérgez, de nem tudom, hogy milyen fajta. Ilyet én még nem láttam mondjuk. Lehet, hogy az állatkert volt, lehet, hogy láttam. De már egy kicsit sötét fél. Hozod? Na hozzad a slagot. Aztán elmegyünk vissza előre. Az a szerencsé, hogy itt kavicsos minden, és hogyha valami van, akkor azért nagyjából lehet látni. Itt a fűbe. Hát, azt mondja, le kell vágnom a füvet. Már ott bent, ki tudja, hogy ott mivel találkozhatunk. Már oda be nem is fogunk menni. Amúgy itt van a Mazda. Múltkor kérdeztétek többen, hol a Mazda? Itt a Mazda. Az öcsi elhozta megmosni. Várjál, amúgy itt volt, ott, nem ott, idejött és átment a túloldalra, fordult közben kiálltam. Megnézzük. Megyünk, gyere, megyünk vadászatra. Mit? Nincs vége, ott hagytad a végét. Nincs a slagnak a vége. Én? Te! Elhozzuk gyorsan a végét. Itt van a vége. Elhoztam. Hol a barátom? Na, megyünk. Hol van? Nem tudom, látjátok, vagy nem? Ott van a sarokban. Oda néz. Próbálok kicsit ráközelíteni. Ott fekszik. Én azt mondom, hogy valamit megevett, mert elég dagadt. Nem olyan túl hosszú. De félelmetes. Új, te. Kicsit kín a függő, megpróbálom jobban lefilmezni. Oh, mozog. Na, jöjjön, rámugorjon. Már szerintem akkorát nem tud ugrani. Úgy néz ki a feje, mint egy kígyónak. Komolyan mondom. Már kicsit ráközelítek megint. Jaj, te. Gondolom, lejövök ki és rálépek. Ugye este ki szoktam jönni, a hajót néha meg szoktam húzogatni, és be szoktam menni a fűbe, nem látok semmit sem. Gondolom, egy ilyen rám lépne. Ó, megmozdult. Jön visszafelé. Egy kicsit itt hagyjuk, hát a kijjebb jön, és jobban le tudom filmezni. Elég jól megy, oda néz. Az előbb alig akart menni. Most jön vissza, szerintem jön a vízre. Én azt mondom, jön a vízre. Hova mész? Hújj! Bement a fal alá. Hát van, ezért kell vigyázni, ezért szoktam mondani, hogy mit fogsz meg, mit emelsz fel, mert sose lehet tudni, hogy mi van alatta. És hogyha véletlen mérgező vagy valami, látom, most ide jönnék, felemelném ezt a fát, és lehet, hogy megharapna. Jaj, te! Hagyjuk egy kicsikét. Elnézzük az öcsémet, mit csinál. Mossa az autót. Vigyázni kell a garázsra, nagy véletlen bemenjen, aztán ki tudja, mi van a garázsba. Vagy bemegy a házba. Szép tiszta lesz. Szerintem jön ám a vízre. Mert elindult erre felé. Eljön erre. Ja, jön erre felé. Na, nézzük, a fa alatt van-e még, vagy nincs. Megmozdítjuk. Nem bántam, csak akarom mozdítani, hogy jöjjön ki onnét valóla. Ott van, nézd. Nem nagyon jött arrébb. Jaj, te. Hátrál, én azt mondom, hogy megijedt. Nem kell bántani, mert ha megzavarom, akkor meg fog jobban ijedni. Aztán még a végén nekem támad, oda be van göngyörödve. Azt akarom megnézni, hogy merre menne el. Remélem nem, hogy befelé. Na mindegy, hagyjuk egy picikét, addig nézzük az öcsémet, hogy mossa az autót.
végeztünk, kivettük a csónakot a vízből, elég nehéz volt, rettentő nehéz volt, levettük róla a motort, ami itt van, apukám is látva, ott megy, és odaraktuk a csónakot, kihúztuk, megmutatom milyen az alja neki, ugyanis elég ilyen kagylós, koszos, nagyon koszos, nem volt kivéve a vízből egy jó ideje, így néz ki, látod, mindenféle fajta szemét rajt van, ezt most le kell kaparni, meg kell csiszolgatni, és neki lehet állni, festeni. Motor lejött róla a hátuljáról, kivittük ezeket a dugaszokat. Lesz vele munka, én azt hiszem. Szépen meg kell takarítani, csiszolgatni. Amúgy ide támasztottuk neki. Vásárt most annyira nem lehet látni. Már onnét is minden ki lett véve, újra az ülések, a kormány, minden. Úgyhogy most nem mással, mint fogjuk a szemetet. Elviszük a szemét, a lepről is volt sok dobozunk, meg mindenféle fajta dolgunk. Itt van a munkás autó, belepakoltam, azt elviszük. A motort, ugye a csónaknak a motorját lefényképeztem, és fel fogom rakni az internetre, el fogom adni, hogy mennyiért, nem tudom. Nem tudom, hogy mit írjak, hogy működik, nem működik. Végül is nem indul bemenni az önindító, ugye nem indítja, de a motor működött. Úgyhogy, na mindjárt, ma meglátjuk. Itt amúgy az autó, be van pakolva minden. Gyorsan elmegyünk a szeméttelepre, ahol már voltunk ugye, tavaly is voltunk a költözéskor. Már mutattam nektek amúgy. Na várjál, ott van apukám, látod, ő fog vezetni. Nem, te fogsz vezetni. Nem, akkor én fogok vezetni. Apukám tudja, hogy hova kell menni valószínű. Akkor kell várjál, jogosítványom. Ugyanis, hát megállt a rendőr, amúgy bevihetett utána, és ugye megálltott, és nincs nálad bevihetett, nincs vele gond, de nem akarok futkodni utána a rendőrségre. Na várjál, Oszka Davis. Megvan a pénztárcám. Amúgy, ha jól tudom, van 24 órát, vagy 48 órát, hogyha nincsen nálad, ugye az nem lesz, amíg a mennálunk nincs személy, hanem a jogosítványod, akkor utána beviheted. De ha jól mondtam, nem nagyon akarok futkozni. Ha nem szóval, hogy megállít a rendőr, nem nagyon szoktam minket állítgatni sehol se. Hoppá! Na, megugrottunk. Úgyhogy megyünk a szeméttelepre. Végeztünk, itt vagyunk a szeméttelepen, mutatom nektek, csak elengedjük az autót, be kellett tolatni, és ide bal oldalra, oda betolatsz, és kidobálod éppen, ami szemeted van. Ott. Kidobáltad, mész egyenesen tovább, és végeztél. Ez ingyenes, nem kell fizetni, mondjuk attól függ, hogy mit van. Ha például olyan dolgod van, akkor ide kell dobálni, mondjuk a ruhát, meg hasonló dolgokat. Így külön van szedve ilyen részekre. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, megmutatom a motort nektek, amit levettünk. Ide lett lerakva, látod, ilyen nagy. Én azt mondtam, hogy ilyen 75 kiló biztos, hogy volt. Ketten alig bírtak el apukámmal, mondjuk alig volt rajta fogás, lehet, hogy azért. És ugye elég ilyen kopott állapotban van. De, na minden. Hogy valószínű, hogy felrakom az internetre, elpróbálom eladni, reméljük, hogy elfogadni, el tudom majd adni, a másnak akkor alkatrészként. Most nem más csinálunk, mint ezt a sok festéket, meg mindenféle fajta dolgot vissza bepakoljuk az autóba, a létrákat fel a tetejére. És ebédelünk. Ugyanis lassan elmegy az idő, nem sokára 2 óra lesz, elment az egész délelőtt. Aztán a hajóm, a csónaknak a cuccát látod, ide beraktam minden fontos dolgot a sarokba, hogy az autóval, látod, ilyen közel, mutka, hogy ilyen közel álltam, képzeld, olyan közel sikerült állnom. Én most próbálok nem annyira közel menni a falhoz, még van benne csipogó, csak nem figyeltem, mert valamit beszélgettem a feleségem, hogy a Lucas-szel, és csipogat, aztán épp, hogy megálltam. Na mire, ugye most pakolunk, ebédelünk, és megyünk valahova tovább, hogy hova, azt én nem tudom, meg kell beszélni a Lucas-szel, ugyanis valamit akart nézni. Elindultunk, ahogy látjátok, és a Lucas, mit akartál nézni, Lucas? Ilyen egy figurát. Milyen figurát? A nagy fej. Ilyen nagyfejű figurát. És ez miért érdekes, ez a figura? Azért, mert világít a sötétbe, nem azt mondtad? Ja, de... ilyen van újfajta világít a sötétbe, úgyhogy azt tudom megnézni. Nem újfajta. Azt hittem újfajta. A világ is. Világít, de nem újfajta. Régi fajta. A világítós régi fajta, de ez a figura új. Na, hol van ez a fej? Ezt keressük, csak világítósban. Melyiket keressük? Ezt keressük, te a világítósban. Világítósban. És van világítósban, vagy nincs világítósban? Menjünk, nézzük át. Van az új autó. Nézzük, van traktor. Meg láncfűrész. Mik azok? De múltkor nem ugyanezeket nézted, ezeket a játékokat? Valaki kinyitott azt, ott hagyta. Ja. Ugye ezt a Spider-Man-t néztük pontosan egy hete, te? Nem, én de. Vettem ezt, és ja, de hasonlót néztünk. Hasonló. Gyere, menjünk tovább. Hozzájöttünk, ahogy látjátok.
A Davis húzogat itt valamerre. Hova megyünk? Mi? Merre megyünk? Valószínűleg elmegyünk fürödni, ugyanis most tette meg a vacsoráját. Szerintem ő se tudja, hogy merre megyünk. Mi, Nyuszi? Fürdünk vagy zuhanyzunk? Mármint a kádba fürdünk, vagy zuhany alatt zuhanyzunk. Pörgünk tovább. Aztán ugye a héten kaptam levelet, 3 darab levelet, mármint e-mailt levelet, amit majd fel fogok olvasni, valószínűleg valamelyik videóban. Nem sokat kaptam, mármint pár sort kaptam végül is. Múltkor ugye ígértem nektek, hogy megadom az e-mailt, hogy valaki gondolja, hogy nyugodtan küldhet nekem e-mailt. Szépen van kérdés is, amire fogok válaszolni végül is. Válaszoltam már azt hiszem ilyen hasonló kérdésekre. Ugye múltkor volt ez a kérdéses videó, de meg fogom tenni. Hova viszed? Én azt hiszem, hogy fürdőkádban lesz a fürdés ma este. Na, úgyhogy én ezt a mai videót azt hiszem, hogy lassan befejezem, ugyanis semmi érdekeset most már nem fogunk csinálni. A tévé, komolyan mondom, nem tudom, hogy a kamerán mennyire látjátok, de akárhogy ránézek, így rettentő nagy. Ami erről jut eszembe, menjünk moziba jövő héten valószínűleg a Lüköszel, és nem más fogunk megnézni, mint a Wonder Woman-t fogjuk megnézni. Azt hiszem, hogy arról is így hívják, vagy nem? Nem tudom, Lucas azt mondta, hogy jó film, ugyanis sok pontot kapott, bár én azt mondom, hogy nem a legjobb film. A szobor 140 perces, na minden, ha gondoljátok és láttátok, akkor itt a videó alá írjátok meg, hogy mire számítsunk, vagy számítsak, hogy jó film lesz, vagy nem lesz jó film. Amúgy hány éves ez a Wonder Woman? 15 év feletti, remélem, hogy nem 18 év feletti, mert akkor nem is még moziba se rá. Azt nem is kérdeztem azok köztől. Na minden, ugye én ezt a videót itt most lassan befejezem, mert beszélek csak hülyeségeket. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!